5 évvel ezelőtt, 2011-ben anyagi okok miatt szűnt meg a labdarúgás Fogtőn, azonban köszönhetően a fogtői Phoenix Sportegyesület létrejöttének ismét újjáélett a futball a településen. Ennek jegyében kapta Pákolic László a megkeresést 2015. decemberében, miszerint elvállalná az újjáalakuló csapat edzését, amelyre örömmel mondott igent a korábban már Fogtőn hasonló posztot betöltő szakember. A munkámat itt nem fejeztem be, hanem félbehagytam 2011-be, és örömmel jöttem ide-vissza, főleg azért, mert ez egy nagyon nagy kihívás volt egy új csapatot létrehozni, ami nagyon sok szervezői munkát igényelt, és már gyakorlatilag január óta rajta voltunk azon, hogy játékosokat tudjunk ide toborozni. A régi újnak nevezhető fogtői futballcsapatba első helyen toboroztak helyi játékosokból, azonban később más településről érkezett, korábban például KFC színekben focizó játékosokkal is erősített az együttes. A csapat megalakulását követően a megyei harmadosztályba nevezett be a gárda, ahol olyan más együttesekkel találkoznak majd a szezon során, mint például a Homokmégy, Uszó, Dunapataj, vagy éppen a Magyar Kupában tavaly is brillírozó Géderlak. Nem titkolt szándékom, és a vezetőségnek sem, hogy próbáljuk az embereket ide a pályára visszacsábítani, és megpróbálunk az hazai mérkőzésekre olyan kultúreseményeket, programokat is hozni, ami még több embert hoz ki ide a pályára. Pákolic László hangsúlyozta, hogy mivel hosszú kihagyás után alakult újjá a fogtői futballcsapat, így az eredményorientált szemlélet egyelőre másodlagos. A csapat ettől függetlenül a bátyja ellen már megszerezte első győzelmét, és jelen pillanatban a 12 csapatos tabella 8. helyén áll.